emlékszünk, hogy akkor megígértem azt, hogy a úgynevezett neoprotestáns közösségeknek, értve egy kicsit a neokarizmatikus közösségeknek a angyalokhoz kötődő tanításáról fogok a mai délelőttön beszélni. Maradunk még annál a verziónál, hogy igazából nem fog maradni ennek a dolognak a kiértékelése, és majd utoljára szeretném azt a legutolsó angyalokkal foglalkozó tanításban megfogalmazni. Némi elvételt utalást azért majd teszek meg, jelzést, azt illetve, hogy érezzük, hogy azért amit mondani fogok, az nem teljesen van úgy, ahogy én ezt elmondom, de úgy éreztem, hogy annyira összetett és bonyolult lenne, hogy a katolikus is külön értékelni, a neoprotestáns is külön értékelni, meg elmondani hozzá dolgokat, hogy jobbnak láttam, hogy egybe vegyem az értékelést, és akkor most ezek is jelzésértékűek is megjegyzéseim lesznek, de alapvetően csak elmondom, mi az, amit erről esetlegesen tudni kell, meg hogy mások ezzel kapcsolatban mit hisznek. Na most, ami talán érdekes lehet a gyülekezetnek, meg ha valaki utána akar nézni, meg érdekli azt, hogy én honnan szedem az ilyen jellegű anyagaimat, akkor az angyalokhoz kapcsolódó témánál már jeleztem az egyéb angyalhiteknél, hogy ezt honnan vettem. A katolikusoknál egyszerűen valaki rákattint az interneten arra, hogy a katolikusok mit mondanak az angyalokról, akkor azon majd megjelenik. Katolikus lexikonból néztem meg. Ezt pedig, amit most vettem, ez az Új Exodus című újságban van benne, az interneten megtalálható, ez egy bizonyos közösségnek a lapja, és benne meg volt ugye az ő angyalokról szóló tanítású, gondolom, hogy azt összegezték ebben a cikkben. Azzal a címmel, hogy angyalok pedig vannak, én ezt nagyjából megfogalmazom, hogy megpróbálom a saját szavaimmal egy picit visszaadni, hogy ők ezt ők hogyan gondolják, és időnként jelzek majd bizonyos dolgokat. Na, azt kell ugye erről a dologról tudni, hogy van egy ezzel kapcsolatos összefoglalásuk. Ugye, gondolom, hogy helyesen megállapítják azt, hogy a Bibliában nincs szakkifejezés az angyalra, vagy ennyire speciális szakkifejezésként nem jelenik meg, hogy angyal, mert mind a héber, vagy az arám málak, mind pedig a görög angelos, az igazában hírvívőt és követett, vagy küldöttet jelent. Nagyjából ezt jelenti az angyal, és ez lehet mennyei is, akár emberi is, bár azt, hogy ő emberi lenne, ezt itt nem mondták. Na, amikor pedig az angyalt, mint egyfajta szellemi lényt veszik, akkor pedig azt mondják róla, ezt hitvallásként van, hogy ezt felolvasom a gyülekezetnek, az angyalok teremtett, azaz öröktől fogva nem, de jövőjét tekintve örökké létező lények, megsemmisíthetetlenek természetfölöttiek és szellemi lények, ugyanúgy, mint Isten és az ember személyiséggel bírnak, intelligenciával bírnak, tudnak beszélni, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek, és ami megkülönböztet őket a démonoktól, akik szintén szellemi jellegű lények, hogy nekik szellemi testük van. Ezt nem fejtik ki bőven, hogy mit jelent, de ezt azt mindenféleképpen jelent el számukra, hogy a Bibliában érhetők lehetnek olyan esetek, amikor megjelennek testben, tehát képesek testben megjelenni, mondja ugye a hitvallásuk, ebben a földi szférában, és meglátják őket az emberek. Ha megnézzük azt, hogy milyen módon kategorizálják őket, akkor vannak jó és gonosz angyalok, az életterük pedig a menny, az égő földfelszín és a föld mélye. Én ezt most nem állítom, csak mondom, hogy más mit mond. Tehát ezeket egyelőre lássuk így. Majd a végén aztán egyszer elmondom, hogy melyikkel értek egyet, melyikkel nem. Számuk körülbelül a 100 millió, vagy még azt is meghaladja. És hát ugye a jó angyalok funkciójáról pedig idézik Pál apostolt, aki ez egy kérdés, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelét, nem tudjuk pontosan, mert ott nem nevezi meg magát az író, de ők Pálhoz kötik, végülis teljesen mindegy. A lényeg, hogy a zsidókhoz írt levél mond egy ilyen kitételt, vajon nem szolgálatra rendelt szellemeke ezek, akik azért küldettek szolgálatra, vagy azokért küldettek szolgálatra, akik örökül veszik majd a megváltás művét. Tehát szolgáló lelkek, ugye, vagy szolgáló szellemek az angyalok. Ezzel ellentétben vannak bukott angyalok is, vagy gonosz angyalok, akik ellentétes tevékenységet folytatnak az előzővel, tudniillik, hogy nem az embernek az üdvösségén, meg nem az ember szolgálatán, hanem annak az elbuktatásán munkálkodnak. Bárhol tartózkodjanak is, mondja a hitvallás, az általános állapotukra nézve az ember számára nem láthatók. Tehát az emberi érzékszervekkel nem érzékeli általában, de megjelenhetnek. Ugye ezt hívja a Biblia epifániának. Az azt jelenti, hogy egyszer csak felbukkannak az emberek, és akkor találkoznak vele. Azt mondják, hogy ez a megjelenés kétféle módon történhet. Vagy úgy, hogy az angyal kiüresíti magát, tehát emeli formában jelenik meg, és akkor az ember vagy rádöbben, hogy angyalra találkoztam, vagy nem döbben rá a dologra, vagy alkalmasint
a maga dicsőségében is megjelent, az egy erőteljesebb jelenés lesz, illetőleg idéző a 104. Zsoltárt, hogy széllé vagy tűzzé is, vagy szél és tűzként is megjelenhet az angyal. Ugye azt mondja ott a szöveg, hogy szeleketette követeivé a lángoló tüzet a szolgájává, de ebben én nem látom benne az angyalt. A követ szóban esetleg ott benne van, de alapvetően ez egy költői kép volt valamire, tehát nekem nem, ez az igeves itt nem jött össze. Nem vitatom, hogy esetleg lehetséges, de nem. Ez az ige nem arról szól, azt gondolom. Azt mondják, hogy angyali találkozások pedig vannak ma is, és elnevezte az első menetben ugye a találkozásnak a bizonyos típusait nulladi típusú találkozásoknak ugye a szerző. A nulladi típusú találkozás alatt azt érti, amikor a maga teljes döbbenetében találkozik valaki az angyalnak a lényével, és ez egy dánieli történetet idéz. Ugye a Dániel 10-ben van egy kis részlet, amikor Dániel ebben a helyzetben találkozik egy angyallal, és azt mondja, hogy egy fehér gyorszláncomba öltözött férfi az, aki megjelent előtte. Csak Dániel látta ezt az angyalt, a többiek viszont úgy érezték, hogy jelentett, hogy megrettentek, tehát megdöbbentő volt, amit éreztek. Dániel, amit látott, az volt, hogy a teste krizolit vagy topáz jellegű kősz hasonlított, az arca, illetőleg a szeme az ilyen villogó volt, a lába meg a karja az izzott, tehát gyakorlatilag valami megdöbbentő, ilyen erőteljes látvány volt. A hangja meg ugye a tömegzúgásához hasonlított, és a szellemi erőtérre pedig jellemző, hogy mindenki megrettent tőle, Dániel pedig összerogyott. Tehát nem bírt tőle talpon maradni. Aztán ugye volt egy segítő angyal, aki rátette a kezét, és akkor erőt adott neki, azt akkor fölállt. Aztán amikor ez az angyal megint megszólalt, akkor megint ugye kiütődött. Ugye amit szeretett volna érzékeltetni ezzel az író, meg amivel talán egyet is érthetünk, hogy ha az angyalnak az angyal valódi természetével találkozik az ember, akkor ilyen lesz az élmény. Egy olyan valakivel találkozok, akinek valami elképesztő ereje van, és az engem ott padlóra fektet. Viszont voltak olyan találkozások is, és ugye ez a következő cím, amit az újságban, a cikkben megjelenik, hogy azt hitték, hogy emberek, és erre is az igei példákat, amikkel nagyjából együtt fogunk tudni érteni. Ugye emlékezzünk olyan esetekre, mint amikor Lóthoz megérkezik két angyal a Biblia szerint, és az a két angyal gyakorlatilag Lótnak egész addig nem lesz felismerhető, amíg ugye el nem végzik a maguk olyan jellegű munkáját, hogy megvakítják ott a szodomai férfiakat, akiknek ilyen érdekes, fura kívánságaik lettek volna, és ez nem egy olyan vakság volt, ami fizikai vakság, mert minden más láttak, csak a bejáratot nem. Ez egy megdöbbentő tapasztalat volt, és ekkor már tudja, hogy angyalok. De egyébként előtte vele vacsoráztak, ugye annak előtte pedig Ábrahámnál ebédeltek az angyalok, tehát hogy gyakorlatilag úgy néz ki, hogy valóságos fizikai testük van ezeknek a lényeknek, és még étkezni is tudnak. És semmi nem különbözteti meg őket az emberektől, csak a bizonyos ponton a hatalmuk mutatja meg, hogy ők angyalok voltak. Beszúr egy érdekes kérdést a cikk, ugye megkérdezi, hogy a szexuális életre is képesek-e az angyalok. Megosztanak a vélemények, egyrészt valakik azt mondják, hogy nem, mert ugye Jézus azt mondja, hogy a feltámadáskor majd olyanok lesznek az emberek, hogy nem nősülnek és férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Ezt ugye Jézus mondta az emberekről. Ugyanakkor a Mózes első könyvében van egy furcsa beszámoló a bukott angyalokról, hogy megjelentek ugye a földön, és akkor a emberek lányai megtetszettek nekik, és hát akkor történt valami furcsa párosodás, és mindenféle nem tudjuk, hogy milyen lények születtek belőlük, hogy a Szentírás Nefilimnek nevezi őket, amit óriásnak fordít nagyon sokszor a szöveg, de alapvetően azt jelentésebben megint igazat mond ugye az író, hogy Nefilim az lezuhant vagy leesett. A náfal igéből származik, és ez úgy egy az egybe áll. Nyitva hagyja a kérdést, hogy most akkor megy, vagy nem megy, akarják, vagy nem akarják. Illetőleg még közben a zsidóknak a angyalok nemiségéről szóló fölfogását ebben a témakörben, hogy aztán döntse mindenki, hogy melyiket akarja esetlegesen hinni. Ugye Pálnak van egy érdekes kitétele a korintusi első levélben, hogy azt mondja, hogy ezért tehát köteles az asszony a hatalmi élet viselni a fején, már ugye a kendőt, az angyalok miatt is. Most akkor értjük ezt a mondatot, hogyha tudjuk, hogy a zsidóknak volt egy ilyen hagyománya, hogy hát az angyalok, vagy a gonosz szellemek, azok hajlamosak arra, hogy megtetszenek nekik a földi lányok, és akkor hát ebből baj is származhat. És a szövegmagyarázó, ugye a neoprotestáns teológus azt mondja, hogy itt azért nem lehet erről a verzióról szó,
mert itt valószínűleg nem bukott angyalokról van szó, hanem jó Istennek az angyaliról, azok pedig nem élnek ilyen dolgokkal, tehát valószínűleg ők ezt nem akarták. Inkább jobb az irányba próbálja eltolni az értelmezést, hogy valószínűleg arról van szó, hogy az angyalok ugye teremtésrendjében úgy tartják, hogy az asszony az alá van rendel a férfinek, és annak egy jel a kendő, és hát hogyha nem teszi, akkor majd Isten előtt panasz kell, hogy tegyenek róla, és meg vannak ezen botránkozva. Megint ezt nem én állítottam, csak magyarázza a teológus a dolgot. Amit megállapít még, hogy tényként kezelhető az, hogy a Bibliában a jó angyalok mindig férfiként jelennek meg, és nem tudjuk, hogy más esetekben, amikor másként emlegeti őket a szöveg és rossz angyalokat emleget, akkor nem arról van ez szó, hogy csak a megjelenési formájuk az. Ehhez megint nem szólok hozzá semmit, hogyha nem baj, majd még értékeljük ezt a kérdéskört. Ami a másik megjelenés forma, ugye ez egy megjelenés forma. A másik megjelenés forma az a Sámson anyjával történő dolog, mondja ugye a szöveg. Lehet olyan, hogy az angyal csak egyes jelekből ismerhető föl, hogy ez ugye emberként jelent meg, de angyal. Van egy kis rész, ugye a Bírák könyvében, ugye Sámson anyja mondja a férjének, hogy mikor arról beszél, hogy megjelent ugye előttem a valaki, és akkor hát ugye közölte velem Sámson születésének a híret, hogy a tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának a tekintete, igen rettenetes. Itt egy picit megállnánk, jó, és akkor megnézzük azt, hogy kezeli ez a valaki a Bibliát. Kérhetek valakit, hogy a Bírák könyvéből a 13. rész 6. versét olvassa föl. Ugye, úgy olvastuk itt, hogy a tekintete olyan volt, már annak az embernek, mint az Isten angyalának a tekintete, igen rettenetes. Most kérnék valakit, hogy olvassa fel a mi Bibliánkból ezt a szöveget, Bírák 13.6. Köszönöm. Köszönöm. Teljesen eddig volt, köszönöm. Akkor mi volt a különbség a kettő között? Mit olvastam én, és mit olvasott a Futó András testvér? Ugye, én azt mondtam, hogy a tekintete olyan volt. András, mi volt odaírva? Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja. A tekintete. Igen, félelmetes. És az alakja. Tekintete. Alakja. Erre koncentráljunk először. Na, megnéztem, hogy miért ez a különbség, hogy hol találhatta ezt a bizonyos szöveget a barátunk. És hát a Bibliában ugye a Héberben, most héberezünk egy kicsit, hogyha nem baj. A Héberben ugye úgy hangzik, hogy Maröé. Ez a vagy tekintet, vagy alakja. A rá igéből származik, ami tényleg nézést jelent. De ebben az esetben nem azt, hogy valaki tekint, hanem a látványa. A látványa. Aztán megnéztem a görög szöveget, és a Septuagintában, hát ugye a katolikus fordításban más, mert azok a Septuagintából fordítják az Ószövetségi Bibliájukat. Ott szintén ugye az orasszisz jelenik meg, ami szemek tekintetet jelent, de látomást és víziót is. De abban a szövegben nem tekintetről van szó, hanem a látványa. Tehát úgy nézett ki, mint egy angyal. Ez csak arra mutat rá, hogy milyen lazán kezeli, meg kicsit a maga koncepciójához fordítva kezelik a Bibliát néha. Illetőleg még egy nagyon fontos dolog, ki volt olyan, vagy hogy van ez a szöveg? Isten angyaláról beszél, vagy? Az ember. A próféta volt az. Isten embere. Volt olyan. Úgy jelent meg előttem, de nem angyal. Isten embere. Az alakja volt olyan. Bocsánat, de ez nem ugyanaz. Jó, ennyi vitaponton van, de azt mondja, hogy vannak átmenési esetek, amikor az ember esetlegesen fölismerheti azt, hogy egy angyal alá szemben, noha ugye teljesen emberi, de esetleg a tekintete az ilyen, és akkor azt mondja, hogy villámhoz és a fémnek a felszínhez hasonlít a tekintete. Idéz egy másik igét, a Cselekedetek 6.5-ből, ugye amikor a Sanhedrin összeül egy bizonyos hát István nevű vértanú fölött, és akkor azt mondja a szöveg róla, hogy Sanhedrinben ülők valamennyien meretten bámultak rá, mert olyanok látták az arcát, mint egy angyalét, de megint ugyanannak nagyon fontos megjegyeznünk, hogy István az angyal volt.
Nem, ő ember volt, csak olyannak látták az arcát, mint egy angyalét, hogy ezzel mit láttak én, nekem fogalmam sincs. De ez a szöveg nem ezt jelenti, amire ő alkalmazza. Úgyhogy nem mondom, hogy ismerjük, vagy nem ismerjük, csak azt mondom, hogy ő így alkalmazza a szöveget. Ugyanakkor azt mondja, hogy vannak olyan esetek is, amikor az ember még ilyen módon sem tudja felfedezni, tehát ugye vagy találkozok az angyallal úgy, hogy a maga teljes hatalmában, akkor padlófogás, mi egyéb, vagy csak rájövök, hogy hú, hát ez nagy valószínűséggel, mert olyan a szeme, minthogy, meg az arca, minthogy, és akkor hát ő biztos angyal, gondolkodhatok rajta én, mint halandó, vagy nem is tudok róla, csak megtörténik. A zsidókhoz írt levél 13. részének a második versét idézi, itt ugye azt mondja a szöveg, hogy az idegenek iránti szeretetről ne feledkezzetek meg, mert így módon egyesek tudtokon kívül angyalokat látnak vendégül. Jó, ez egy tantétel volt, lehet találkozni az angyalokkal, vagy olyan módon, hogy maga teljes dicsőségében akkor padlót fogok, vagy olyan módon, hogy valami sejlik, mert hát ugye fénylik az arca, vagy tudom is, hogy mi történik, vagy pedig nem is tudom, csak angyal volt. Ő is beszél, mint a katolikus egyház a mennyei hierarchiáról. Ugye emlékszünk rá, a katolikus egyháznak volt egy ilyen tanítása, hogy a mennyei hierarchia elég jól belőhető, 3 kar és 9 rend. És volt egy Aeropagita Dionysios nevű, ugye a Bibliában emlegetett, apostolságban emlegetett valaki, akinek a nevére hivatkozva, hát ugye ezt a tanítást előadják. Akkor arra nem mondtam semmit, majd a későbbiekben fogok. Ő nem teljesen így, tehát ezt az Aeropagita Dionysios nem veszi figyelembe, de ő is fölállít egy elég jól követhető hierarchiát, vagy számára követhető hierarchiát. Ezt most megint elmondom, és megint hozzáteszem, hogy ezt nem én mondom, ez csak ennek a közegnek a látása ebben a dologban. De úgy gondolja, hogy az angyalok szigorú hierarchiában élnek, méghozzá katonai jellegű szervezettségben, ugye seregek, légiók, szavakat idéz, és nagy valószínűséggel ugye arra az igére gondol, még utal mögötte, hogy amikor Jézus ugye a tanítványaival meg van szorítva a Getsemáné kerti események során, akkor ugye mondja, hogy hát mikor előkapta a kardot, és a padon asszott az a bizonyos illető vele, hogy hát tudnék akár 12 légió angyalt is hívni. Ha akarnék, csak pontosabban, hogy én is pontos egyek kérdésformájában jelenik meg, hogy tudnék, ha akarnék. De a lényeg, hogy ebből a koncepcióból jelenik meg az, hogy hát az angyalok azok katonai jellegű szervezetben élnek. Tudni véli azt is, hogy milyen tagoltsága van. Azt mondja, hogy 3, 12 és 70-es tagoltságú rendszerekben vannak az angyalok. Ez egy picit következtethető abból, mondja, hogy Istennél a hármas szám nagyon fontos, mert hiszen 3 ősatya volt. Vagy legalábbis azokat említi, Ábrahám, Izsák, illetőleg Jákob. 3 fő tanítvány volt, kik voltak ezek? Péter, Jakab és János. A utolsó ősatyának, akiből aztán Izrael származott, hány fia volt? Jákobnak hány fia volt? 12, köszönöm szépen. Hány apostol volt? 12. Hány emberre oszlott szét a Mózes által? Mózestől nem megmondta, hanem Mózesnek adott Szentlélek. 70 vénre osztott szét, és Jézusnak volt még 70 tanítványa. Ebből következik ugye, hogy az angyaloknak is 3-as tagoltsága van, vagy 12-es, vagy pedig 70-es. Említ még ugye 3 főangyalt. A írónk, ugye van, ezek közül 2 ismerünk, a Mihályelt és Gábrielt. A harmadikat pedig Hélelben Sáharnak, ugye ha héberesebben akarjuk mondani, említi, aki a Lucifer, illetőleg a sátán. Erre az utolsó évre majd még visszatérünk egy gondolat erejéig. Most lássuk azt, hogy miket lát. Ő még ugye úgy látja, hogy az angyalok egyharmada volt az, aki elbukott a Jelenések könyvére hivatkozva, és akkor azok vannak szembe Istennel, illetőleg az emberekkel. És hát ugye úgy tudja, hogy a zsidó felfogás szerint van még 70 angyal fejedelem, akik a különböző világ fölötti népek között fölött valamiféle őrangyalok. Ezen kívül vannak kerubok, akiről túl sokat nem tudunk, vagy akikről, de hogy Lucifer is egyfajta kerub volt, azt tudni véli. Illetőleg vannak a szeráfok, akikről megint keveset tudunk, és nagy valószínűséggel ugye azonosíthatók a kerubokkal.
Erről ennyit. Megemlíti Pál apostolt, akinek két levelében jelennek meg angyali rendekről szóló utalások. Az egyik a Kolossei levél. Ugye Pál ott a Kolossei levél az első részben ilyeneket említ, hogy vannak a trónok. Trónusok. Ugye egy mondaton belül nagyjából gyorsan le is zongorázza ezeket a dolgokat. Az írónk az azonosítja a trónokat a Jelenések könyvében szereplő 24 vénnel, illetőleg a Dániel könyvében található ítélő vírákkal, és azt mondja, hogy ez a mondjuk úgy, hogy angyali rend ez nem érintetett ugye a lázadás által, illetőleg ugye a funkciójuk az a bíráskodás meg a törvényhozás a mennyei rendszerben, mert hiszen ugye a szenátorokhoz hasonló koszorút viselnek a fejük fölött, ami a szenátoroknak a jelvénye volt, és akik ugye a római törvényhozásban legalábbis szerinte ezzel a feladattal bírtak. A másik, vagy következő rend, ugye a Pál által említett sorsolásban az uralmak, ami a tekintélyszóból származik, és olyan túl sokat nem tudunk meg erről a rendjéről ugye az angyaloknak, de azt mondja, hogy a bukás nagy valószínűséggel őket nem érintette. A következő rend ugye a fejedelmek, vagy a vezetők, ugye az archék, akik ellen viszont azt mondja, hogy a keresztényeknek már harcolniuk kell, mert olyas valakik, akik szembe helyezkedtek az Istennel, bukott angyalok, és az utána következők pedig ugye a hatalmak, vagy hatalmasok. És utána pedig az úgynevezett erők jelennek meg. Tehát angyali rendek, trónok, uralmak, fejedelmek, hatalmak és erők. Ezek ilyen mind külön rendjeit alkotják ugye az angyaloknak. És hát azt mondja, hogy egész pontosan ismerjük az angyali, mondjuk úgy, hogy társadalomnak a működését, vagy az angyali hivatalnak a működését is. Az első rend az a jogalkotásban képviselt, meg a törvényhozásban. A következő ugye a jogot érvényesítés, az erők pedig megvalósítják a különböző döntéseket. Illetőleg ugye tud még ezen kívül a sötétségnek az erőiről, a gonoszság szellemeiről, meg a második, harmadik égnek a lakóiról. És úgy gondolja, hogy az angyaloknak a lakóhelye az lehet egy bizonyos értelemben az ég, a föld, illetőleg a föld alatti világ is. Na, amit még állít ez a bizonyos cikk, hogy nagy valószínűséggel az ember már úgy gondolja, hogy a politikai világot ő irányítja, de a politikai események mögött ilyen szellemi hatalmak feltételezhetők, és az ő egymással való vetélkedésük az, ami nagy valószínűséggel meghatározza az eseményeket. Erre hoz egy érdekes bibliai példát, vagy történetet, és egy egész jó okfejtést ugye elmond erről. Ugye Dániel könyvében van egy kis említés arról, hogy Dániel bizonyos látomása, az előbb emlegetett látomása, az Círus királynak a harmadik évében történt, és beszámol arról neki az angyal, hogy ami eddig történt, az ugye ez egyfajta háború volt közte, illetőleg ugye a perzsák angyala között, és hát ugye Mikájának a segítségével tudott győzelmet aratni, és visszaszorította ezt a bizonyos angyal fejedelmet, és így valami majd történni fog. Most azt mondja ez a bizonyos író, hogy miközben a mennyben volt ez a bizonyos háború a angyalok között, aközben a földön az történt, hogy a Círus nevű perzsa uralkodó megdöntötte a babiloni birodalmat, furamód engedékenyé válik a zsidókkal szemben, hazaengedi a zsidókat, hazatelepülhetnek, fölépíthetik a templomot, és hát úgy néz ki ez a enyhe bánásmód még a következő időszakban is folytatódik, mert bár Zakariás korában van egy kis húzavona ugye a templomépítés körül, és ugye a Jósó főpapot látja, akit vádol a sátán, de aztán az úr fölmenti. Tehát úgy néz ki, hogy akkor, amikor ez a bizonyos angyal megjelenik a perzsa birodalomban, és a perzsa birodalmat egy kicsit megfogja, akkor alapvetően a zsidóknak is jobb lesz az élete, Isten népének is jobb lesz az élete, és ennek a összefüggésében azt próbálja megvilágítani, hogy ami politikai történései mögött is, amit mi élünk át, angyali események húzódnak a mennyben. Különböző csatározások, és annak vagyunk mi valamilyen módon hát mondjuk csak a bábjátékosai, vagy a bábszerei. És ugye valószínűleg az őkor az volt, amikor a World Trade Center-ten kicsit megbombázták az arabok repülőgéppel, meg egyebekkel, hát ugye akkor
akkor azt mondja, hogy ez is ennek köszönhető, nagy valószínűséggel elszabadultak a gonosz angyalok, és ők voltak azok, akik ezt a dolgot motiválták. Megemlíti a három főangyalt még, vagy külön tárgyalja a három főangyalt, beszél Mikáéről, akinek több funkcióját is ismerjük. Egyrészt az izrael népnek a nemzeti fejedelme, annak az angyala. Másrészt ugye egy arkangyal, tehát fő angyal, ugye ezt tudjuk még róla, illetőleg ugye a nevéből talán ő lenne a sátánnak a legfőbb ellenfele, mert ugye a neve azt jelenti, hogy picsoda olyan, mint Isten, és minthogyha ez a név a sátánnak a támadására válaszolna, tehát hogy Istenni akarja tenni magát, és akkor ugye az ő neve pedig azt jelenti Mikáélé, hogy hát azért mégsem olyan mindenki, mint amilyen az Isten. Gábriel a másik, akit ismerünk ebben a pozíciójában, őről azt mondja az írónk, hogy az ő feladata az nem nemzetekhez kötődik, mint általában az angyalok nagy része, tehát nem őrangyalként jelenik meg, hanem a feladata az a messiásnak a szolgálatára, meg annak a meghirdetésére, meg a megváltásra vonatkoztatható kinyilatkoztatás. Tehát azért van, hogy ezeket a dolgokat bejelentse. Ugye Máriánál is majd ő jelenik meg, tehát ez úgy nagyjából nyomon követhető. Illetőleg ugye megjelenik a harmadik, akit ő említ, hogy a három főangyal, az előbb emlegetett Hillelben Sáhár, mondja ő, vagy Sáhar, ahogy én mondanám. És az Ézsaiás proféta a 14. Ézsaiás proféta könyve 14. részének a 12. versére utal ő. Kérhetem, hogy valaki ezt olvassa fel, ezt a verset. Tehát Ézsaiás 14-12. Ézsaiás 14-12. Köszönöm szépen! Ennyi az igeidézet. Ebből ugye a Hillelben Sáhar, az gyakorlatilag ugye az a fényes hajnalcsillag. Nagyjából, ha héberül akarom mindenről elemezni, akkor ugye a Hillel az a halleluja szóban is ismert nekünk, ugye a Hallel az a dicsőítés vagy ragyogás világítást jelent. A Sáhar ugye az a sóvárogni, vagy esetleg hajnalpír, a Ben meg a fia, tehát hogy nagyon le akarom fordítani a szót, vagy mindenáron, akkor a hajnalfia ragyogásról van szó, de fényes hajnalcsillag ez úgy teljes mértékben megfelel a magyar kifejezésnek, nem is az a problémám ezzel az egésszel, hanem az a problémám, hogy ez a szöveg ez Babilonról szól, nem pedig egy angyalról. Az ördögik logikája szerint ebben gondolkodhatunk úgy, hogy akkor nyilván a Babilon angyalát veti le az Isten, és akkor ez azonosítható, de a szövegünk nem azonosítja. Tehát valaki megnézze ennek a szövegrésznek az elejét, akkor Babilonról beszél. Babilon nevezi fényes hajnalcsillag, mint egy nagy birodalom, amelyik kibontakozott és nagyjá vált, és Babilonról mondja, hogy ez történik vele. Ez egy költői kép Babilonra nézve, de nem beszél angyalról. Megint ugye több magyarázatot nem akarok hozzá kötni, csak az ige kezelését próbálom az illetőnek mutatni. Azt mondja, ez a Hillelben Sáhár, változtán sátánnál, ugye a héberben a vádlóvá, vagy diabolosszá görög, rágalmazó, vagy ellenálló ellenségé. Most érdekes, megpróbálja egy picit az angyali mondjuk társadalmi rendszernek a működését nekünk kézzel foghatóvá venni, és az derül ki, hogy az ő látásában, hogy az angyali rendek azok hát legalább olyan demokratikusak, mint a mai nyugati világ, nagyjából úgy működnek, mert hiszen ugye a sátánnal is az történik, hogy miközben ő olyan, amilyen, tehát gonoszszá vált, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy az Isten fiát ő megöleti, addig az ártatlanság vélelme megjelnek, és nyugodtan besétál az Istennek a színnel, és ugye jó könyvében vannak ezek a kijelentések, hogy megjelenik az Isten előtt, és akkor mond valamit, és akkor az Isten reagál, tehát hogy addig nem támadják a sátánt. Azt mondja róla, még ugye ez a bizonyos író, hogy a sátán a kerub volt annak előtte, oltalmazó kerub volt, ehhez is idéz egy igét. Ez a Ezékiel proféta könyvének a... Ezt most nem olvastatom fel, ez hosszú szakasz lenne. Testvérek majd elhiszik nekem, amit mondok, jó? Tehát van egy egyetlen vers van ebben a hosszú szakaszban, Ezékiel 28-12-19-ben a 14. vers, hogy fölkent kerubot adtam mellét, hogy oltalmazzon téged. Ez Tírusról mondja az a szöveg, az ezékieli szöveg, és Tírus megint ugye egy ilyen... mondjuk úgy, hogy mitikus szövegbe csomagolja bele, de jól látható, hogy Tírusról, mint birodalomról beszél.
a szöveg. Hogy annak a bukásáról van szó, meg annak a megromlásáról van szó. Ez megint egy picit az igekezelésre mutat oda. De azért mondja így ezeket a dolgokat az író, mert ezzel próbálja bizonyítani azt, hogy az angyalok, azok ezen a földön bizonyos helyzetek, helyekhez vannak, meg népekhez vannak kötve. Ez a pozíciójuk, hogy ők ilyen és olyan népekre vigyázzanak. És hát például ez a sátán is volt úgy, hogy Babilonnak az angyala volt, annak a vezető angyala volt, aztán átköltözött Tírusba, és akkor Tírus volt a székhelye. Aztán, amikor Babilonból, meg Tírusból ki lett ebrudálva, akkor tovább ment Pergamonba, mert ugye a Jelenések könyve azt mondja, hogy ott van a sátánnak az oltár, ez volt ugye az EU szoltár, és az EU szoltár később az újkorban elvitték Berlinbe, és innentől kezdve egy oldalabig Berlinben volt a sátánnak a székhelye, és akkor összeköti azzal, hogy hát ugye a Hitler miket csinált. Tehát ugye a sátán költözik, hogy Babilon, Tírus, Pergamon, majd Berlin. Meg ki tudja közben még hol jár, tehát nyilván több esély is lehet. De hát az ő látása az, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy az angyalok helyeket változnak, és bizonyos helyeken dolgoznak. Majd visszatérünk rá. Most menjünk tovább. Beszél még a kerubokról, meg a szeráfokról is. Ugye ez mind a kettő nagyon titokzatos. Egy-két mondatban említi a kerubokat, meg a szeráfokat a Biblia. Azt véli tudni róluk, hogy az Isten trónja körül vannak. Négy kerubon az Isten trónja körül, és a külsejük pedig jelentősen eltér az eddig lefestett angyalokétól. Az eddigi angyalok nagyjából ember formát formáznak. Na, ha a kerubokról, meg a szeráfokról beszélünk, akiket nagyjából azonosnak vél vagy gondol, akkor ezek szárnyas lények. Egész pontosan 6 szárnyuk van. Ugye kettővel repülnek, kettővel a felsőtestet, kettővel pedig ugye a lábukat fedik, meg 4 fejük. Ugye a Jelenések szerint mindegyiknek külön feje van, csak tehát az ékény látomásban 4 feje van, sas, oroszlán, meg nem tudom, fejből ökör, meg emberarca van, a Jelenések könyvében külön-külön van egy-egynek ilyen arca. A kerub szónak a jelentéséről azt mondja, hogy nem ismerik. A szeráf szónak a jelentése a megemésztő szóból származik, ezt alá tudom írni, ez tényleg így van. És az azt mondja, hogy valószínűleg Isten jelenlétével van kapcsolatban a dolog. És azt gondolja a szeráfokról, vagy azt mondja a szeráfokról, meg a kerubokról, akik azonosak nagy valószínűséggel, hogy ők testőrök, tehát Istennek a testőrségét alkotják. Jó, megint nem véleményezek, menjünk tovább. Feladatkörök szerint vannak úgynevezett trónangyalok. A trónangyal az, aki az Isten trónja körül áll, és neki is van külön trónja. Néhány angyal van, aki az Isten körül olyan módon jelenik meg, hogy látja az Istent, ugye ez a 7 trónangyal, a többi meg csak a templomnak hát ugye az Ószövetségben a kárpit volt, de a templom függönyén keresztül láthatja az Urat, meg hallhatja az ő szavát, a mennyei templomnak a függönyén keresztül, és erre egy Jelenések könyvbeli igére hivatkozik, Jelenések 15:5-8-ra. Ezt elolvasom. Ezek után pedig látom, hogy kinyílt a bizonyíték sátrának a temploma az égben, és tiszta és fehér lemvászonba öltözve, mellükön aranyövvel felövezve kijött a templomból a 7 angyal, akinél a 7 pecsét van. Ekkor a 4 élőlény egyike 7 aranycsészét adott a 7 angyalnak, amelyek tele vannak az örökkön örökkénél Isten haragjával. A templom pedig megtelt köddel Isten dicsőségétől és erejétől, és senki sem tudott belépni a templomba mindaddig, amíg a 7 angyal 7 csapása be nem teljesedett. Jó, picit megint apologizáljak, ha lehet. Tehát érdemes figyelnünk a szöveget. Tehát a többi angyal, mondja ugye az írónk, a függöny mögül nézheti az Istennek a jelenlétét, és nem nagyon léphet bele, mint ugye itt ebben a földi világban láttuk ugye az ószövetségi templomot. Na most a szöveg az mit mond? A templom megtelt köddel, Isten dicsőségétől és erejétől, és megint csak figyelj, senki sem tudott belépni a templomba mindaddig, amíg a 7 angyal 7 csapása be nem teljesedett. Előtte be lehetett lépni, utána be lehetett lépni, közben nem lehetett belépni, és a szöveg sehol nem mondja azt, hogy a függöny mögül nézhetik. Csak. A templomról van szó, angyalokról van szó, meg a 7 angyalról kijönnek a templomból, meg ködről, püstről, mindenről, de arról, hogy nem nézheti más, csak a 7 angyal az Istent, a többi meg csak függöny mögül, ez ebből a szövegrészből nem derül ki. Menjünk tovább.
Vannak ugye a trónangyalok, vannak a világ elemei. A korabeli zsidóságnak volt egy ilyen látása, hogy a különböző földi erőknek, vagy természeti erőknek megvan a maga angyala, aki ezt az egészet irányítja. Jelenések könyvben is megjelenik egy ilyen angyal, aki a földnek a víz, édes vízkészletét ugye felügyeli, és az érdekessége a dolognak az, hogy az úrot átlépi az angyalnak a hatáskörét, mert ő rendelkezik, és az angyal pedig azt mondja, hogy igen, ez teljesen jogos így az Istennek a rendelkezésében, és hogy megint egy picit ennek az összefüggésében az írónk a mennyei világnak az eseményeit mennyei parlamenthez hasonlítja, tehát demokratikus fölépítésű valamihez hasonlítja, amihez hoz még igéket. Ugye Dániel könyvében van egy ilyen rész, amikor úgy néz ki, hogy nem szükségében Isten mondja az ítéletet, hanem valamiféle angyali tanács dönt így. Azt mondja, az őrök végzéséből és a szentek parancsából történik, Nabukodonozornak az esetéről van szó. Tehát, hogy nem az Isten, az őrök, már ugye az angyali őrök végzéséből és a szentek parancsából történik ez így. Mikeás prófétán szintén beszél egy ilyen mennyei jelenésről, amiben leírja azt, hogy hát valamiféle tanácskozás van a mennyben, és akkor ugye Isten megkérdezte a véleményüket ezek az angyaloknak, és akkor azt mondja a szöveg, hogy és ki egyet, ki más szólt hozzá. Ugye Aháb király készül háborúra, Mikeáhu nevű prófétát ottan magyusztálnak, hogy miért nem akar olyat mondani, ami neki is tetszik, és akkor ugye Mikeás pedig elmond egy képet arról, hogy neki mi a véleménye. Malakiás beszámol szintén egy ilyen dologról. Tanakodtak egymással az úr tisztelői, az úr pedig odafigyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv írati körülötte azoknak, akik félik az urat. És a többi. Tehát azt mondja, hogy a mennyben a dolgok parlamentszerűen működnek. Isten nem mindent mond ki ő maga, hanem néha az angyalok hozzák a döntést, és akkor esetleg ő vagy meg vétózza, vagy ráhagyja, de így működnek a dolgok. Így látják. Jó. Menjünk tovább. Visszatérve ugye az elemek angyalaihoz, tehát vannak olyan angyalok, akik uralják ugye a földön levő mindenféle természeti erőket, a vizek angyalával találkoztunk már. Van olyan angyal is, aki a szeleknek az angyala, vagy van négy angyal, aki a négy iránynak a szelejének az angyala, és még ismerik ugye a sivatagnak az angyalát, akit Azázelnek hívnak, akinek a neve ugye elfordító vagy elhárító. Valószínűleg tartja az írónk, hogy kezdetben ez a név azt jelentette, hogy aki a rosszat hárítja el az embertől, illetőleg innentől kezdve, hogy elbukottak, onnantól kezdve ez a neve inkább az Istentől való elfordítást jelenti. Bár az én fejemben megfordult egy kis kérdésként, hogyha még nem volt rossz, akkor milyen rosszat lehet elhárítani? Tehát ha ugye a bűneset előtt nem volt még rossz, akkor milyen rosszat lehet neki elhárítani? De ez csak kérdés volt magamban. Egyébként túl nagy jelentősége nincs, tehát csak nem akartam kielemezni a nevét mélyebben. És azt is tudni véli, hogy a föld mélyében is vannak bukott angyalok. Tehát, hogy ugye alattunk itt valahol a föld mélyében, itt léteznek a különböző világok, és a bukott angyalok, és hát a nevüket is tudjuk. Az egyik a Seol, vagy ugye görög néven Hádész. Ugye a Seol az a Bibliában egy hely, ő tudni véli, hogy a róla elnevezett hely. De van egy angyala is neki, ez pedig a Hádész. És ugye mondja ő, sőt, tudni véli, hogy van egy Thanatos nevű halálangyal is, illetőleg a mélységnek az angyala Abaddon. Igen, helyeket elővesz, majd erre esetleg visszatérünk a következő, csak nem akarok mindent értékelni, csak hogy lássuk az összefüggést, és hát igen, tehát ilyen természeti angyalokat ismerni vélünk. Külön említést tesz az iraki angyalokról, nagy valószínűség abban a korszakban készült a cikk, amikor ugye Irak komoly veszélyt sejtetett. Komoly veszély nem lett belőle egyébként, történelmi veszély nem lett belőle, de sejtetett. És ugye visszatérünk arra, hogy van négy angyal, ami a Biblia szerint, a jelenések szerint meg van kötözve az Eufrátesznél. Na ugye, hát ők Saddam Husseinnek a fölbújtói, és majd ki tudja, mi lesz belőle, de nem lett belőle semmi. És ők is tudnak őrangyalokról. Az őrangyaloknak a rendjét ők jobban kidolgozták, mint a katolikusok. Egy kicsit azért is, mert zsidó hagyományt vagy átveszik,
vagy csak sejtetik, hogy ezzel is érdemes gondolkodni. Ugye két igét említő, amire az őrangyalok létét alapozza, és itt most ezt se nem vitatom, most csak megemlítem. Az egyik a Jézus egyik mondása, amikor a kisgyermekekről van szó, és akkor valakik megvetik őket, és Jézus mond egy ilyet, hogy vigyázzatok, ne, hogy lenézzetek csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, mert mondom nektek, hogy angyalaik a mennyekben mindig látják mennyei atyám arcát. Tehát őrangyal, ezt mondja ugye Jézus, van ilyen. Illetőleg idéz még egy ígét az apostolok cselekedeteiből. Ugye Péter börtönben van, a börtönből egy érdekes angyali beavatkozás folytán kiszabadul, elindul ugye ahhoz a bizonyos házhoz, ahol imádkoznak érte, és akkor ugye nem hiszik el, hogy bekopog a szolgáló, kijön, és a szolgáló mondja, hogy hát itt van Péter, jaj, de jó, és nem hiszik el, és akkor azt mondják, hogy hát az angyala az. Mintha úgy tartanák az akkori zsidók, hogy lenne egy hasonmás angyal is, tehát aki olyan, mint én vagyok, aki úgymond rám vigyáz. Ez a két igen mit tetik meg, és akkor ugye leírják azt, hogy az őrangyalokról mit gondol a zsidó hagyomány. Nagyon szerteágazó, ahogy a zsidók gondolják. Némely zsidó rabbi úgy gondolja, hogy egy darab őrangyal van, némely szerint kettő van. Azok, akik azt mondják, hogy két őrangyal van, azok megoszlanak, hogy az egyik az jó, a másik meg gonosz, vagy mind a kettő jó. A gonosz verzióra van egy érdekes bibliai utalás talán. Ugye emlékezünk Pálnak az esetére, amikor azt mondja, hogy nem teszem be a pontos ige szakasz, amikor a Korintus egyben azt mondja, hogy tövis adott a testembe. A sátának az angyala. Tehát ők erre alapozzák, hogy akkor lehet, hogy az. Illetőleg van egy rabbi, aki pedig azt mondja, hogy a jó cselekedetekkel növek. Tehát minél több törvény betartott valaki, annál több angyal megy előtte, és akkor annál jobb az élete. Az angyal szerepe egyébként, az őrangyalnak a szerepe pedig az, hogy vigyázzon az emberre, a démonokkal szemben megoltalmazza, segítse, illetőleg kíséri az útján, és alapvetően abban is az is hozzátartozik, hogy ez a bizonyos őrangyal figyeli az ember cselekedeteit, lejegyzi az ember cselekedeteit, és a végén pedig Istennek a döntését vagy ítéletét az ember cselekedeteivel, cselekedeteire nézett, vagy ember cselekedeteire hozott döntését majd ki fogja hirdetni. Hát nagyjából ez volt ugye a neoprotestáns vélemény az angyalokról. Összefoglalásul elmondanám még egyszer a hitvallásukat, nagyjából, hogy lássuk magunk előtt, és akkor itt majd megint megállunk. Tehát ugye azt mondták, hogy az angyalok teremtett, vagyis nem öröktől fogva létező lények, ugyanakkor örökké léteznek. Nem semmisíthetők meg, természet fölöttiek, szellemi lények, viszont ez a szellemi lény ez náluk nem szükségképpen azt akarja, hogy ez egy az egybe ilyen megfogadatlan és levegő valami, hanem szellemi testük van. Ugyanúgy rendelkeznek szabad akarattal, vagy akarattal és érzelmel, meg öntudattal, mint az emberek, meg Isten. Vannak jó és gonosz angyalok, létezhetnek ugye a föld felszínétől kezdve a mennyben is, meg a föld alatt is, a számuk az akár 100 millió is lehet. És a funkciókat tekintve, ugye a jó angyalok funkciója az, hogy azokat szolgálják, akikre néz a megváltás műve az érvényes, illetőleg a rosszak pedig ezt próbálják valamilyen módon lehetetlenné tenni. Ha azt nézzük, hogy hogyan ragadhatók meg, akkor az általános állapotukban nem ragadhatók, mert az emberek nem látják, megjelenhetne maguk teljes dicsőségében, akkor ugye az ember ott annyi neki. Vagy pedig más módon jelenik meg az angyal, kiüresíti magát, és akkor annak is megvan a bizonyos formája. Jó, nagyjából ennyit mondanak róla, és akkor megint azon nehézséggel nézek szemben, mivel ez egy előadás volt, és hát üzenetet nem igen tudtam benne megfogalmazni, még nagyon nehezen tudom hozzani, hogy valakit kérni kell arra, hogy imádkozzunk, de azért megteszem. Wandering, constable in it, like a prodigal child.